Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ezekben az oktató videókban fogom bemutatni a Minimo járattervező program működését. Az első részben szó lesz a céges adatok beállításáról, munkatársak, járműpark és a raktárak felvételéről. Lépjünk be a Minimo járattervező programba a Google e-mail címünkkel, belépéshez használjunk Google Chrome böngészőt. Lépjünk be a főmenübe, majd kattintsunk a fiók kezelésére. Itt bal oldalon egyből látjuk a havi kimutatást jelző táblázatot, ez mutatja meg, hogy melyik nap mennyi feladatot teljesítettünk, illetve lejjebb a hóvégi havidíjat. Ez a havidíj teljesítmény alapú, minden kocsira rakott ár után csak 10 forintot kell fizetni. Tehát itt nálam a 614 feladatért kell 6140 forintot fizetni, itt egy feladat lehet akár egy 11 tonnás raklapos szállítmány, vagy akár egy 1 kilós csomag is, nem számít, mindkét esetben csak 10-10 forint lenne a költség. Mivel teljesítmény alapú a használat, ha az egyik hónap kicsit szűkösebbre sikerült, mint az elvárt, kevesebbet kell fizetni, ez ilyen egyszerű. Ez a megoldás kedvező azoknak az áru szállítással foglalkozó cégeknek, akik most indították vállalkozásukat, illetve azoknak is, akik már 600-800 milliós nettó árbevétellel rendelkeznek. Mindkét esetben egy olyan könnyen kezelhető informatikai eszköz kapnak a kezükbe, amivel megszilárdíthatják céljük stabilitását ezen a piacon, ami most és a jövőben is segíteni fogja vállalatuk fejlődését és támogatja a benne dolgozók munkáját. A göngyöleg típusoknál új göngyölegeket vehetünk fel, amit későbbiek során ellenőrizhetünk, hogy visszakerültek-e hozzánk vagy sem. Én gyorsan fel is veszek két göngyöleget, egy EU raklapot és egy ládát. Csomagtípusoknál pedig új csomagtípust vehetünk fel, például kartondobozt és hordót. Alapadatok kitöltésénél a cég nevét írjuk át a saját cégünk nevére, mentésgomb lenyomása után ez itt fent meg is jelenik. Az e-mail cím megadásánál adjuk meg az e-mail címünket, ez azért kell, hogy a jövőbeli fejlesztésekről értesítést kapjatok, legyen az a fuvalbőrzékkel való összekapcsolódás, vagy az Európára kiterjedő járat optimalizálás. Illetve a későbbiekben a nap végi jelentések elküldésénél egy példányt kapjon erre a címre a cég tulajdonos a teljesített feladatokról, amik lehetnek kiszállítások vagy beszállítások. Az időt állítsuk magyar idő szerint UTC+1 órára. Itt található a beszállítás összegző, pipáljuk be, ha szeretnénk az aktuális beszállításokról listát kapni, az időt is beállíthatjuk, hogy mikor kapjuk ezt az e-mailt, amiben a táblázat szerepelni fog. A következő a járatlapok elrejtése funkció, itt beállítható, hogy a gépkocsi vezetőnél lévő mobiltelefonon melyik időpontig ne jelenjenek meg a napi feladatok. A publikus sofőr adatok opció jelenti azt, hogy amikor a sofőr teljesítette a feladatokat, és utána a diszpécsernek jelentést kell küldeni a megbízó felé, akkor a gépkocsi vezető neve és telefonszáma is fel lesz tüntetve a jelentésen. A flotta optimalizálás opció bepipálása esetén meg fog jelenni egy lila ikon a tervezés nézetben. Ennek a gombnak az a funkciója, hogy a járműparkra kiosztja a napi feladatokat egy optimalizáló algoritmus segítségével. Ezt a funkciót inkább teszt Gmail fiókkal próbáljátok ki elsőnek, nézzétek meg, hogy a ti cégeteknél milyen hatásfokkal működik. Én azt javaslom, hogy a 10-20 év járatszervezési tapasztalat plusz a járatoptimalizáló együttes kombinációjával sokkal jobb eredmények érhetők el, mint a flotta optimalizálóval. Leggyakoribb járatok opció bepipálása után, ha a rendszerbe feladatot viszünk fel, akkor meg fog jelenni egy legördülő menüben, hogy melyik az a járat, aki abban a térségben már szállított, és akár ezt a feladatot is teljesítheti. Házhoz szállítás opció kijelölése esetén az Excel táblázathoz hasonló tervező nézetben a jelzéseknél egy ember figura jelenik meg majd, ami mutatja, hogy az adott csomagot házhoz kell majd szállítani. Ez csak egy jelzésértékű kis ikonka, működést, folyamatot egyáltalán nem befolyásolja. Többnapos fuvar opció bepipálása többnapos megbízásokat jelent, külföldre szállító járatokat is megadhatunk, például Szeged-Berlin, majd Sasnitz-Budapest. Depó kiválasztása a következő lépés, ez azért fontos, mert a gépkocsik innen fognak indulni, hogy megcsinálják a napi feladatukat, ehhez a térképen ki kell választani a járműpark helyét. Itt található a munkanapokat mutató naptár, itt bejelölhetjük pirossal azokat a napokat, amelyek munkaszüneti napok lesznek. Mondjuk ez a hét nem is lenne rossz. Természetesen az e-mailben érkezett megbízásokat, ha a munkaszüneti napon töltjük fel, akkor a legközelebbi munkanapra töltődnek fel. Ez azt jelenti, hogy ha vasárnap töltöttünk fel a rendszerbe egy 100 feladatból álló kiszállítást, akkor az csak hétfőn fog megjelenni nekünk, de természetesen ezen is változtathatunk, ha akarunk, ha megadjuk, hogy a vasárnap is munkanap legyen.
felhasználók menüre kattintva adhatjuk meg a cégnél dolgozó munkatársak adatait, ezeket természetesen a későbbiekben javíthatjuk is. Két sofőrtípust különböztetünk meg, egyik a sima sofőr, aki később státuszolni tudja a csomagokat, illetve a bejelentkezés nélküli sofőr, aki erre nem képes. Járművek menünél a járműparkban szereplő gépkocsikat vehetjük fel, rendszám és terhelhetőség kitöltése után. Én itt most egy Iveco Eurocargo 75E14-et veszek fel, ami ugye 3,5 tonna terhelhetőségű dobozos emelő hátfalas. Pótkocsik menünél pótkocsikat és félpótkocsikat vehetünk fel, itt is adjuk meg a rendszámot és a terhelhetőséget, természetesen itt is javíthatunk a már felvitt adatokon. Raktárak felvétele menüpontban a céges raktárakat vehetjük fel, ezek a raktárak a programban helyileg a cég székhelyén lesznek. Itt adjuk meg a raktár nevét, a hozzá tartozó alapértelmezett járatcsoportot, ami igazából egy kényelmi funkció, hogy a viszáruként kezelt csomókat ide tároljuk majd be. Illetve meghatározhatjuk, hogy melyik küldeményeket lehessen betárolni, egyelőre hagyjuk így az egészet, aztán majd később jobban testre szabjuk, hogyha akarjuk. A kuka ikonnal törölni is tudjuk a felvett raktárakat.